Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter köszöntötte a résztvevőket a középiskolásnak szervezett vegyi védelmi tematikájú honvédelmi táborban csütörtökön. A városban először találkozhatnak a fiatalok a vegyi védelmi harcászati képességgel, de országszerte számos különböző témájú, mások mellett például hagyományőrző, drónvezető, huszár és búvár honvédelmi táborokat is tartanak. A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, fontos, hogy a fiatalok minél hamarabb és minél többen megismerkedhessenek a katonai életmóddal. A laktanyát, falait általában kívülről látjuk szöges dróttal elválasztva a társadalom többi részétől. Nehéz elképzelni azt, hogy mi is történik itt. Miközben nagyon fontos az, hogy minél többen megértsék azt, hogy ez az élet egyrészt egy csodálatos élet, egy izgalmas élet, egy tapasztalatokkal, kalandokkal teli élet, ami fejleszt minket személyünkben is, és minden mellett rettenetesen fontos a hazának is, hogy minél többen megismerjék azokat a feladatokat, azt a tudást megszerezzék, ami katonának levést jelenti, megismerkedjenek az eszközeinkkel, tudják azokat használni. A székesfehérvári táborban az általános honvédelmi ismereteken túl a fiatalok megismerkedhetnek az atom, biológiai és vegyi védelem alapjaival, a technikai eszközök használatával, illetve betekintést kaphatnak az alakulat mindennapjaiba. Ez a mai itt, ez egy különleges tábor, hiszen először találkoznak a fiatalok ezzel a nagyon speciális képességgel, a vegyvédelmi harcászati képességgel. A Sodró ezred kiváló vezetői és kiképzői úgymond megismertetik a táborozókat ezekkel az eszközökkel, illetve ezzel a speciális katonai képességgel. A Magyar Honvédség Sodró László 102. vegyi harcezred parancsnokság által rendezett táborban mintegy 20 középiskolás vesz részt.